Ha kabát vásárlásról van szó, akkor rögtön az első kérdés, milyen protektor van benne. Általában azt mondjuk, hogy level 1, level 2 sastek. Nekem egyre van már egy Icon kabátom, egy ilyen átmeneti Icon kabátom, abban D3O van benne. Mert ők voltak az elsők, akik meg is tudták mutatni, hogy miről szól ez a dolog. Tehát van nekik egy ilyen kis kütyük, egy ilyen szerkezetük, ami meg tudja mutatni, hogy miről szól ez a protektor. Széttűnt mindent. Jó, és akkor ezt nyom be az ujjaddal. És ez a régebbi szivacsok? Vagy ezek ez egy hagyományos szivacs. Ez a hagyományos? Aha. Ez már a habosított D3-ú. És akkor itt látjuk azt, hogyha a szivacsra esik a golyó, akkor ugye visszapattam a dobozba. Vagy majdnem, mint egy mágnes, úgy vonzza magához a golyót. De hát nézd meg, ugye ez csak a szivacs ugyanaz, mint ami a kabátokban is található. Ilyen van az én kabátomban is. Így. Az nagyon jó. És ez a kis fetegét, ez a kis gyurma, ez olyan, mint régebben a gét, amiket betettünk az ablakkeretekbe. Igen, ő maga a nyersanyag, de hogyha megnézed, hogy egy mozdulattal össze tudod nyomni. Igen. De mégis, hogyha egy kicsit csúcsosra gyúrjuk, és ráütsz, akár nagyobbat is, akkor az kemény. Meg el is kicsit elrepült a kalapácsom, és még vissza is teszem a tetejét. Szóval ennek ez a lényeg ennek az anyagnak, hogy ütődései bekeményedik? Igen. Ez azon. És ezek vannak akkor a kabátba, az Icon kabátokban? Ebből készítik, igen, készítik. Tehát ezt hadiparra fejlesztették, de elektronikában, sportban, motorozásnál, munkavédelemben most már eléggé átkörben használják. Szóval ezek a cuccok vannak az Icon kabátokban. Ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, vagy kövessetek be minket. Sziasztok!